Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Ja, jön egy játék, ami az Evil Genome-ra hallgat. Biztosan észrevettétek, hogy mostában raktam fel több ilyen játék bemutatót, mint például ugye a Perception Observer, Sotis Chronicle, Dreadnought, ami nem mellesleg ingyenes. Na most ez azért is van, mert fölveszem a kapcsolatot a kisebb indie stúdiókkal, és kérek tőlük egy CD kulcsot, és hála Istennek kapok, és akkor be tudom mutatni nektek ezeket a játékokat. Egy bizonyos céllal, ugye? Még talán a Perception bemutatóban említettem, hogy ugye a mostani grafikai fejlődésben, hogy mennyi mindent elértek a játékok a grafikai fejlődés terén, kisebb stúdiók is ki tudnak emelkedni nagyon jó játékokkal, olyan játékokkal is akár, amelyek akár elérhetik azt a tripla A kategóriát, ha lenne mögöttük olyan mennyiségű pénz a reklámra és a többi. Nos, ilyen játékokat igyekszek megtalálni, ami valamilyen módon túl tudnának lépni azon, hogy ők B kategóriás játékok, és egyszerűen ki tudnának emelkedni a tömegből valamilyen szempontból. És így találtam meg a Perception-t, az Observert, a Sotis Chronicle-t, és mindegyik kategóriából próbálok bemutatni valamit, és ugye említettem az előző bemutatókban, ezek az oldalnézetes játékok nagyon nem az én stílusom, hogy úgy nézek, és nagyon nem is szerettem velük játszani, tehát konkrétan a Mario és a régi oldalnézetes Prince of Persia óta, Metroid óta, mert mégis ennek a játéknak a szubkategóriája a Metroidvania, tehát így lehetne elérni, ugye a Metroidból ered, van a Metroid című játék, és onnan ered ez a szubkategória Metroidvania. Tehát konkrét egy ilyen mászkálós, wasteland, akció és kalandszerű játék, és ennek az egész rétegnek a neve az a neve, hogy Metroidvania, mert annó még a Metroid alapította meg ezt a kategóriát, és ezt így nevezték el. No, és ezek hatalmas fejlődésen estek át, és egyre jobban tetszenek. Mert én egy játékban nagyon fontosnak tartom a grafikai minőséget. Lehet akár mennyire jó a téma, ha egyszerűen nem tudom magam beleélni a grafikába, akkor számomra az a játék valamilyen szempontból el van eszve, és az Evil Genome-ot, amikor így megláttam, akkor így, wow, ez a játék tök jól néz ki, azt a rohas, mennyire jó gameplay-je van, fantáziadús, nagyon hangulatos a környezet, tehát az első, ami megfogott, az a hangulatos környezet, és szerintem az kijön így a videóból is, és a következő dolog, ami meglepett, hogy számomra, lehet, hogy csak számomra, mert nem vagyok szokva ezekhez az oldalnézetes játékokhoz, tehát ez csak billentyűzeten játszható, egér az felejtés, és nekem ez nagyon-nagyon idegen, azt nekem mondja, ezért lehet, hogy számomra ez ilyen über nehéz. Tehát ez tényleg über nehéz. Szóval ilyen Dark Souls szintű nehézség. Tehát játszottam vele, és fönt volt a térség közben, beszéltem egy haverommal, és ott sírtam a képernyő előtt, káromkodtam, hogy ilyen rákér, nem tudom megcsinálni a boss, tehát egy ilyen 20. próbálkozás sikerült is. Persze ez mind én vagyok. A játék teljes controller supporton van, szóval aki tud controllerrel játszani, akkor halál nyugodtan tudna vele játszani. Na most a meglepetés, oké, az egész mögött a meglepetés, hogy 10,99-be kerül, majd 11 fontba kerül, ez mennyi lett? 12 euró kb. Szóval, hogyha megint csak azt mondom, hogy egy jó szórakozásra vagy, funra vagy, és hozzá vagy szokva ezek az oldalnézet és irányításos dolgokra, vagy van egy kontrolled, akkor full supportod van. Én azt tudnám, egyedül tudtam volna értékelni, hogyha ugye nekem egy több gombos egerem van, egy rocket tájon, hogyha az egéren lévő gombokat, hogyha összehozom a billentyűzettel, működnének, de valamiért nem működnek. Mert ugye annyira rá van állva a kezem az egéren lévő gombokra, hogy könnyebb lenne a harc, de így, hogy nincs, így már negyedik konfigurációt próbálom magamnak megcsinálni, hogy valami megszokottabb dolgot összehozzak a billentyűzettel, hogy tudjak harcolni, de ennek ellenére a sikerélmény, amikor túl tudok jutni egy-két keményebb harcon, az fantasztikus. És én nem gondoltam volna, hogy az Evil Genome, vagyis, hogy ennyire nehéz lesz ebből a szempontból, de is ezzel emeli meg az egésznek a játékélmény, és a poén az, hogy minden harc, ahogy haladsz a játékkal, egyre erősebb,
erősebbé válik. Természetesen te is egyre jobb cuccokat kapsz, és egy nagyon egyszerű ilyen skill fája van neki, nem bonyolult képességeket állíthatsz be spamelhez. Tehát ilyen, honnan merítkezik ez a játék? El lehet mondani, hogy merítkezik a... hogy is mondjam, a Path of Exile-os, aki játszik a Path of Exile-a, vagy Diablo 3-as szerű skillfa felépítésből és képesség használat szerűségből, továbbá merítkezik a Nier Automatából, aki játszott vele, nemrégiben megjelent játék Nier Automata, lehet arról is kéne egy review annak, aki kíváncsi rá, és kicsit a Bajonettából is, a fő hősnőnek a jellemzője, meg a kardozás, az, hogy fegyvere van, úgy a stílusa, nekem a Bajonettát juttatta az eszembe egy kicsit, és mindezt megspékelve ezzel a Path of Exile-os és Diablo 3-os feelingű skillfával és fantáziadús bosszokkal, és van nehéz bosszokkal, de ez most komolyan mondom, és egyszerűen killódás, némi boss nekem, lehet, egyszerűen azért annyira idegenek ezek a billentyűzet irányítás, de hogyha tényleg, hogyha egy kontrollerem lenne, és hozzá lennék szokva egy kontrollerhez, akkor egyáltalán semmi gond nem lenne gondolom a játékkal, de ebből a szempontból azt tudtam volna értékelni, hogy az egéren lévő többszörös gombok is tudtak volna működni. Nos, hölgyeim és uraim, talán arról még nem beszél, kik fejlesztették ezt a játékot, na most én, vagy beszélem, nem tudom, elmondom. Gyakorlatilag így ráírtam a készítőre, és akkor rögtön, hogy jaj, köszönjük, hogy érdeklődsz a játékirán, mi egy kínai stúdió vagyok, mondom, na, ezt most kifogtam, és ezt kifogtam. Na jó, hát akkor most már játszunk, és ha megígértem, csinálnak egy videót, és tényleg az volt, hogy a legvégén egy tök kellemesen csalódtam a játékban. Nem könnyű számomra billentyűzettel bánni, de egy nagyon hangulatos és fantáziadús környezetről van szó, és a harc elemek és a dinamikája teljesen kielégítő a játéknak. Témaügyben nem nagy szám, hogy is mondjam, kommunikáció, tehát párbeszédek szintjén nem nagy szám. Tényleg a játék arra fókuszál, hogy élvezetes harcrendszered legyen, és tényleg kihívással teli bosszok legyenek benne, és úgy próbálja szerezni a játék örömét, és teljesen nagyon hangulatos grafikai világban. Szóval azt hiszem, hogy 12 euró, kb. 12 euró, nem rossz ezzel a játék, tehát teljes mértékben úgy megéri. Ha tényleg egy chillout, nem ez lesz a főjátékod minden bizonnyal, de hogyha tényleg egy chillout élményre vágysz, és a bosszoknál egy kis idegbajra, lehet, hogy mondjuk ez csak az én esetemben, akkor ez úgy tényleg úgy meg tud ragadni a játék, és kíváncsisággal mész előre, hogy a következő boss milyen meglepetés nyújt, és azért mondom, hogy egy Dark Souls beütés a bossoknál, mert hogy változtatnak, hogy is mondjam, támadási struktúrát is. Tehát ez a durva benne. Tehát ha leütsz bizonyos életet, akkor egy bizonyos támadási struktúra valami megváltozik mögötte, és így azért fogsz menni négyszer, ötször neki fogsz menni, tehát nem is idegbaj miatt, hogy elbasztad vagy valami, hanem négyszer, ötször neki futsz, hogy az összes támadási stratégiáját kiismert annak az adott bossnak, és akkor ki tud kerülgetni a dolgokat. Nos, srácok, tényleg ez lett volna Evil Genom. Ki lehet próbálni annak, aki tényleg nagyon unatkozik nyáron, vagy éppen várja az új kodot, az új valami megjelenését, és nincs mivel játszani, akkor egy shotot megér ez a játék, de tényleg. Addig is, ha tetszett a videó, iratkozz föl, Facebookon megtaláltok, Twitchen vasárnaponként livestreamelek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!